műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Folytatódik az a sorozatunk, ahol önkormányzati képviselőkkel beszélgetünk. Jó napot kívánok, ez itt a Köztér Extra. Ma pedig Palotaváros északi részének önkormányzati képviselőjével, Viza Attilával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok! Üdvözlöm a tévénézőket! Tulajdonképpen ez a műsor 52 millió forint elköltéséről szól, de mielőtt ebbe belemennénk, nézzük meg, hogy az elmúlt években mi minden történt Palotaváros északi részén, hiszen elég látványos a dolog a palotavárosi tavak körül, mert nagyon szépen végig lehet sétálni. Ott van tulajdonképpen egy egész park. Az volt talán az elmúlt évek legnagyobb beruházása ebben a körzetben. Ez így van, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá, hiszen közel 1 milliárd forintból tudtuk a palotavárosi tavakat, én úgy gondolom, méltó szintre emelni, hogy az ott élőknek, illetve a városban élőknek is egy kellemes kikapcsolódási pontot adjunk. Sporteszközökkel, játszó eszközökkel, illetve hát a futóknak is biztosítottuk azt a lehetőséget az elkészült futópályával, hogy kulturáltan és mindenkitől zavarmentesen tudjanak sportolni és élvezni a mozgást. Érdekes ez a körzet abból a szempontból, hogy rengetegen élnek ott, hát mégiscsak lakótelepről van szó, de mégis jó nagy zöld terület, illetve a tavak által határolt terület, az mégis olyan természetközelivé teszi az embereknek az ott élést, az ott létet. Így van, és azt kell mondjam, hogy valóban egy sűrűn lakott városrész, nem a legsűrűbben lakott, és viszont a legjobb hely vagy lokációval, hogy ingatlanosok szokták mondani, rendelkezik, hiszen 5 perc sétával a belváros elérhető, és 3-4-5 perc sétával pedig a teljesen természetközeli, vízközeli környezetet lehet élvezni. Nincs ilyen Fehérváron még egyébként, ez látszik is a lakások árán. Nyilván azok a fejlesztések, amelyek az ott élőknek az ingatlanjait emelik, értékét növelik, azok mindig jó irányba mutatnak, és reményeink szerint az idei évnek a pénzügyi lehetősége is alkalmat és lehetőséget adnak arra, hogy továbbfejlesszük az ott élőknek a lakókörnyezetét, és tényleg az ott élőknek az életminőségét tudjuk megemelni, akár parkolókkal, játszóterekkel, vagy akár járdarekonstrukciókkal. Akkor maradjunk egy kicsit a játszótereknél. Az elmúlt években hát tulajdonképpen gombamód szaporodtak ebben a körzetben a játszóterek. Én egy kicsit óvatosabban fogalmaznék. A meglévő nagy játszóterek, ugye úgymond az örökségünk az volt, hogy nagyon sok játszótér volt. Apró kis házak között is mindenféle játszóeszköz. Nem feltétlen voltak EU-s minősítési rendszerben elfogadott eszközök. Ezek lecserélésre kerültek, illetve ahol azt éreztük, hogy kihasználatlan a terület, azokat a játszótereket őszintén megmondom felhagytuk, és megpróbáltuk központosítani azokat a forrásokat, amelyek a nagy népszerű játszótereknek a minőségével tudjuk, vagy a minőségét tudjuk emelni. Ez két okból is jó, egyrészt több pénz jut kevesebb játszóhelyre, illetve a játszott téren pedig, mivel hogy sűrűbben vannak a gyerekek és a szülők, egyfajta közösségi pontként is kialakulnak ezek a helyszínek, vagy betöltik ezt a szerepet, és hát ez a célunk, hogy a gyerekek, a szülők, amikor lemennek pihenni, játszani, akkor közösségi életet is éljenek, és szerintem ez a cél, ez megvalósulni látszik. Van olyan játszótér is, amely mellett kondipark is van. Hogyne, hiszen az is célunk volt, hogyha anyuka, apuka lemegy, és a gyermek játszik, homokozik, esetleg ő pedig ad az egészségére, akkor egy laza kis fitnesszel fel tudja magát pörgetni, és valóban az egészségért közvetlen ott a lakóhelyén közvetlen közelébe tud tenni mindenféle egyéb költség nélkül. És hát én biztatok is mindenkit. Jó magam is szoktam, amikor bejárás van, és várom a kollégákat, szakembereket, akkor egyrészt ki szoktam próbálni a
szóval, illetve hát a fitness gépeket, hogy jól működnek-e, nem csapágyos, nem, nincs letörve valami. De azért kipróbálja a hintákat is átadás előtt? A hintákat nem, de a fitness gépek azok valóban nagyon hasznosak, és tapasztalatom is visszacsatolások, illetve hát az ott élőknek a vélemény alapján is azt kell mondanom, hogy jó dolog és sikeres, biztatok mindenkit, hogy használja. Ami nem ennyire pozitív téma sosem, az a közlekedés, az mindig nehézkes, sokat változott a közlekedés, amennyire lehet egy ilyen viszonylag kisméretű választókörzetben, körforgalmak létesültek például. Mi a tapasztalat ezekkel, hiszen az utolsó átadása is most már azért szerintem már évekkel ezelőtt történt, ha jól emlékszem, vagy egy éven belül. Mikor történt az? Most tavasszal sikerült a Halász utca, Horog utcánál, a piacnál egyszerűsítve a mi részünkről is, tehát úgy értem, hogy Palotaváros észak részén is elkészült az a körforgalom, amelyik lehetővé teszi az ott élőknek a gyalogos közlekedést, hiszen azért évek óta régi panasz az ott élőknek, hogy most erről lehet vitatkozni, de igazából mindenki tudja és érzi, hogy azért a Kelemen Béla utca az a Palotai útnak egyfajta egérút szerepét tölti be, és ezen próbáltunk oly módon finomítani, hogy ha már erre jönnek nagyon sokan, akkor körforgalomba érkezzenek, és én tudom, hogy sokaknak ez nem tetszik, mert hogy kis körforgalom, meg átmennek rajta egyenesen az autók, de a tapasztalatom az, és illetve volt is egy közvetlen közvélemény kutatásom pont a Halász utca, Horog utcával kapcsolatban, hogy az ott élők ehhez mit szólnak, és 82%-ban hasznosnak és jónak találták ezt a megoldást. Mert így lassítja a forgalmat, vagy mitől biztonságosabb egy körforgalom? Attól biztonságosabb, mert ugye mindenki mondta, hogy miért nem zebrát teszünk, csak ugye a zebra gyalogos átkelőhely rakunk. Ugye ennek megvannak a szigorú szabályai, és nem feltétlen, illetve hát sok helyen nem alkalmas. Ezért is nem is kerültek ilyen gyalogos átkelőhelyek túl sok erre a Kelemen Béla útra. De hát az ott élők pedig szeretnének átjutni az egyik oldalról a másikra, és erre egy jó közlekedési technikai megoldás, a körforgalom kialakítása, amely lehetővé tesz, hogy minden becsatlakozó útra közvetlenül vagy pár méterre a körforgalomtól gyalogos átkelőhelyet tudunk létesíteni. És ez egyfajta módon szabályozza az autós forgalmat. Én megértem, hogy egyébként aki gyorsan el akar jutni mondjuk Szárazrétről Szabadbattyánba, akkor a Kelemen Béla úton fog közlekedni. Én azt elfogadom, csak ő is fogadja el, hogy az ott élők érdekében pedig muszáj körforgalmakat kialakítanunk, hogy a gyalogos közlekedést ezzel együtt támogatni tudjuk. Ami még fontos, az a parkolóhelyzet. Palotaváros nagy részén ingyenesen lehet parkolni, de rengeteg az autó. Az elmúlt években azért létesítettek jó néhányat. Folytatódik ez a program, illetve mennyire tud elegendő lenni ez a parkolóhely? Hát ugye előjáróban nincs elég parkolóhely, tehát annyi sok autó van, hogy gyakorlatilag Palotaváros megtelt, és sajnos a lehetőségeink is elfogytak, tehát nincs olyan terület, amit igazából be lehetne még vonni a parkoló vezetbe, illetve hát a parkoló helyszínének, és nem is egyértelmű a dolog az ott élők vélemény alapján, hogy szükség van-e már, vagy még parkolóra, vagy elég, ami van, és akkor ezen osztozkodnak az ott élők, vagy hát sajnos a nem ott élők, mert azért azt is látjuk, hogy az előbb említette valóban Palotaváros északban ingyenes a parkolás, és ezt azért sokan kihasználják, tehát leteszik az autót több napra, több és hétre, és ott tárolják, de ezeket az ott élők azért figyelik, jelzik, és akkor diszkréten lehet azokat kérni, hogy mondjam, az ott élők javára hagyják meg a parkolóhelyeket. Így ugye előbb említette a parkoló kialakításával kapcsolatban, hogy elfogytak a lehetőségeink, hogy új parkolókat csináljunk, készítsünk, ezért már a régieket kezdjük felújítani, mert sajnos abban azért van lemaradás. Így reményeink szerint a Halász utcánál végig a Horog utcáig sikerül felújítanunk a parkolót, illetve a Horog utcában mindkét oldalon, az egyik oldalon egy járdaszakasz felújítás történik, a Horog utca 2, 4, 6, 8
lépcsőházak irányában lesz akadálymentesített járda kapcsolat, illetve vele szemben a Horog utca 1, 3, 5, 7, 9-en pedig a parkoló felület lesz újra elkészítve, felújítva, és ez a régi betonos, poros, sáros rész ez reményeink szerint megszűnik. Mikor kezdődhet a munka és meddig tart majd? Ezt lehet-e már látni? Hát a szakmai műszaki egyeztetések ezek pont egyébként a múlt héten megtörténtek. Én gondolom, hogy a Városgondnokság munkatársai ezt minél gyorsabban és hatékonyabban megpróbálják elvégezni. Az idén szerintem ez mindenképp elkészül, és valóban aki arra jár, akkor láthatja, hogy milyen szép ez a városrész, nem tudom másképp mondani, mert valóban azért egy szépen felújított járda, parkoló azért emeli az ott élőknek az esztétikai élményét is, illetve hát az ingatlanoknak az értékét. Amit még szeretnék mondani, a Bátki és a Halász utca között van egy régi, hát jó hosszú 117 méteres járdaszakasz, ez egy úgynevezett járdalapos járda. Ennek a felújítását, illetve szélesítését bevettük ebbe a programba. Szeretnénk az ott élők, hogy valóban egy babakocsival... Pont azt akartam mondani, hogy járdalapon babakocsit tolni azért az nem igen, annyira nagy élmény. Most értünk el oda, hogy valóban azok a régi dolgok, amik elkészültek, és betöltötték eddig a szerepüket, de már azért látszik rajtuk, mert ezt a járdát is javítgattuk, pótolgattuk, de a végleges megoldást én úgy gondolom, hogy ez a dolog fogja meghozni. És idén meg lesz? Hogyne, szeretnénk. De jó. Mindenképp szeretnénk, hiszen a Csapó utcai játszótér az egy nagyon közkedvelt hely. Sikerült ott egy Varga Tamás miniszterhelyettes úr segítségével egy belügyminisztériumi pályázatból azt a játszóteret létrehozni, illetve azt a műfűves focipályát, örülnek nekik, és nagyon, nagyon nagy számban, és örömmel használják. Nem csak az ott élők, mert azért azt látom, hogy nem csak a palotavárosiak fociznak, hanem más városrészből is jönnek át, hiszen olyan jó az infrastruktúra, hogy örömmel használják. Egy dolgot még felírtam a beszélgetés előtt, a Kressz Parknál lesz még némi felújítás. Igen, ez a Kressz Park, ez egy régi Kressz Park, ez nem az új palotavárosi tavaknál található, ott is van egy, hanem a Kelemen Béla 72 mögött található nagy parknak volt, eléggé elhasználódott a lépcső és a rámpa, tehát ez az akadálymentesített megközelítése. Ezt még a tavalyi év folyamán fel tudtuk újítani, és az idén pedig folytatjuk a padok felújításával, cseréjével, illetve azokkal az eszközökkel, amelyek funkcióját vesztette. Gondolok itt például egy betonos, feltöredezett pingpong asztalokra. Ezeket megszüntetjük, mert bizony egyébként minden olyan köztéri tárgy, ami lehetőséget ad az ott élőknek, hogy használják, az jó, de sajnos lehetőséget ad azoknak is, akik csak most profán leszek, vagy akik mondjuk kocsmázni járnak a parkba, és ezeket a helyeket megpróbáljuk megszüntetni nyilván az ott élőknek a nyugalma érdekében. A társadalmi párbeszéd ez ügyben megtörtént, tehát közös képviselőkkel ezeket a dolgokat áttartjátok. Ők a lakók közvetlen információit begyűjtötték, és a kérés az, hogy ha csak az igazán szükséges, a játszótér körül található padokat újítsuk fel, az összes többit pedig szüntessük meg. Ettől azt várjuk, hogy valóban megszűnik az a fajta bandázás, hogy ilyen csúnya szóval éljek, ami azért megfigyelhető a hétvége során. A városrész ugye olyan impulzív és aktív, hogy és nem csak a városrészből, tehát amit tapasztaltam, mert sokan az érkezett a non-stop és az egyéb trafik hatásait tekintve. Ugye nem csak a városból mennek oda, mert ott éjjel-nappal nyitva van a kisbolt, hanem a városon kívüli, tehát akár még Móról is eljönnek, vagy Sárkeresztesről, vagy olyan közeli helyekről, ahol nincs nyitva ilyen lehetőség, és bejönnek ide. És ez csak az a baj, hogy ők ugye nem otthon vannak, ahol mondjuk a körzeti rendőr megkérdezi, hogy édesfiam, miért nem otthon vagy, hiszen édesapád már az előbb telefonált, hanem itt egyfajta szabadságot élveznek, és ezzel vissza is érnek. Fiatalokról van szó többnyire?
Igen, és ide csatolom azt is, amikor mondjuk rally versenyt tartanak spontán, és jól körülrajzolható útvonalon bőgetik az autót, és mennek, és hajtják, de kapitány úrral egyeztettem, és minden esetben, amikor ilyet tapasztalnak a lakók, azt kérték, hogy jelezzék, és egyébként volt egy ilyen történet, hogy egy autós ott driftelt az egyik éppen frissen elkészült körforgalomba, de 3-4 óra múlva a fiatalembert elkapták, és megfelelő jutalomban részesítették. Tehát mindenképp szükséges a lakossági közreműködés, bátran fel kell venni a telefont, hogyha erre mód van, akkor a rendőr kollégák mindenképp intézkedni fognak. És ennek elejét tudjuk venni. Én nem mondom, hogy nem lesz ilyen, több a Palotavárosban, de sajnos jók az utak Palotavárosban, a lehetőséget, tehát jó az infrastruktúra is, emiatt csábító a fiataloknak. Ott van más, most nem akarok neveket mondani, de egyéb gyorséttermek, amelyek vonzák a városrészbe a fiatalokat, az érkezőket, és most nem a fiatalok ellen vagyok, mert ezeknek csak igazán kis része töredéke az, aki úgymond nem tud viselkedni. Valószínű, ott van az ő kis falujában, nem fog padlógázzal ködlekedni, de valahogy Palotavárosban ezt úgy érzik, hogy nem tudják leküzdeni ezt a méretetlen vágyukat, hogy ezt megtegyék. Egy mondatra maradt már csak időnk, hogyha jövőre nagyjából ugyanilyenkor beszélgetünk, akkor mikor lesz képviselő úr elégedett a Palotaváros északi részén zajló eseményekkel, felújításokkal? Kicsit előre szaladtunk, mert jövő ilyenkor ahhoz az kell, hogy az ott élők újra megválasszanak képviselőnek. Ja, most nem erre gondoltam, de persze. De én azt remélem egyébként, hogy az elmúlt 12 év munkája, 13 az bizonyította, hogy jó gazdája a város, és hát ezzel együtt én is a körzetnek. Mit szeretnék? Hát egy többsebb van Palotavárosban, az egyik az a nagy Murvás parkoló, ehhez sajnos az önkormányzatnak ugye nincs köze, és nem is feltétlen az én körzetemben van, mert egyébként a körzet határa pont ott van, és ugye ott a befektető, illetve a tulajdonosra várunk, megtegye azokat a lépéseket, amelyek egyébként a városrészre nagy terhet fognak róni, hiszen azok az autók, amik most ott parkolnak, azok valahova el fognak máshova parkolni, nyilván a palotavárosi északi részre, hiszen nem fizetős a parkolás. Ebbe kérem majd az ott élők türelmét, hiszen ha majd elkészül a beruházás, akkor újra fellélegezhetünk, és több ezer, vagy ezer valahány száz parkolóhelyjel több lesz a Palotavárosban. Illetve egy régi vágyam, illetve szépség hibája a körzetnek az a bőrgyár. Most azért a gazdasági helyzet, amiben vagyunk, a rezsiáremelés és egyéb alapanyagárak, vagy munkadíjak megemelkedésével azért óvatosan tervez az ember, és őszinte leszek, nem ezek az idők jönnek szerintem, hogy ezzel nagyon tudjunk kacérkodni, de mégis az úgy bennem van, hogy azért a bőrgyárral valamit kellene kezdenünk, úgyhogy az ott élőknek is megfeleljen, és egyébként a városrész is kaphasson egy olyan közösségi teret, ami egyébként hiányzik. Reményeink szerint egyszer majd azért ez is eljön, hogy erre lehetőség, pénzügyi és egyéb lehetőségek adottak lesznek. Vissza Attila, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én köszönöm. Kedves nézőink, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásba is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.